Köszöntöm kedves nézőinket! Ma Magyarország egyik legkisebb megyéjébe, Nógrádba látogatunk el, ahol a szegénység ijesztő méreteket ölt. Nem véletlen, hogy az ott élők mindent megtesznek azért, hogy kitörhessenek ebből. A nagyipar összeomlása után a kisvállalkozóké, a családi gazdaságoké a jövő, amelyek nem csak saját maguknak biztosítanak megélhetést, de munkát is adnak az ott élőknek. Nógrád megye gazdálkodói, termelői olyan lehetőségeket keresnek a túlélésre, amelyek hosszú távra szólnak. Persze összefogás nélkül ez sem sikerülhetne. Törekvéseiket a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja. Debreceni László és Gutai István járta be a megyét. Nógrádban, az ország legkisebb, egyben legszegényebb megyéjében járunk. A lakosság jó részt előregedett, a fiatalok másutt igyekeznek megtalálni boldogulásukat. Nógrád megyének kényszerhelyzet, hogy tovább lépjen. Nógrád megye egy apró falos település. A 20 évvel ezelőtt Nógrád közismerten ipari megyének számított. A rendszerváltást követően az ipari bázis gyakorlatilag összeomlott. Innentől kezdve a munkahelyteremtésben, foglalkoztatásban sajnálatos módon szinte utolsók vagyunk az országban. A sok apró falvas településen meg kell oldanunk azt, hogy az embereknek hitet adjunk, az embereknek munkát adjunk, az embereket foglalkoztatni tudjuk. A nagy törés az körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtti időtartam köré tehető, ugyanis itt az ipari térségben élő emberek, akik tisztességes és szorgos emberek, a mindennapi megélhetésük mellett még különböző földterületeken, ugye bogyós gyümölcsű rendszerekben dolgoztak, illetve gondolkoztak, illetve ezeket művelték, és természetesen munka mellett ezt leadták. Csak előállt az a helyzet, hogy a különböző szinteken megjelentek olyan emberek, akiket nyugodtan nevezhetek, mondjuk nem biztos, hogy teljesen tisztességtelen jelzővel, hogy szélhalmosok, akik ezeknek az embereknek a termékeit felvásárolták. 2 év termésének az eredményét az gyakorlatilag nem fizették ki, bejelentették, hogy csőd van. Innentől kezdve a vidéki ember azt mondta, hogy belőlünk tovább nem csináltak hülyét. Hozták a gépeket, berendezéseket, az ültetvényeket, felszámolták. A térség megpróbált talpra állni, ez azonban nem megy könnyen. Amikor a magánosítás lehetősége előtérbe került, akkor úgy döntöttünk, hogy itt egy vegyesboltot fogunk létrehozni, és hát ez a vegyesbolt nagyon jól működött hosszú éveken keresztül, mindaddig, ameddig a 3 kilométerre lévő Balassagyarmat területén a kereskedelmet napjainkban is uraló multik száma olyan mértékben növekedett, hogy gyakorlatilag az árversenyben nem tudtunk részt venni, és hát legnagyobb sajnálatunkra érzelmi alapon túlmenően tudomásul kellett vennünk azt, hogy a patvarci lakosok is Balassagyarmaton vásárolnak, hiszen a kevés pénzükért az áru mennyiség, amit megvásárolhattak, lényegesen több volt, mint amit mi éppen adhattunk volna azért a pénzért. Ami nagyban nem működött, azt most kicsiben próbálják egyre többen csinálni. Ez egy kis családi vállalkozás. 4 dolgozunk a családban. Kérem, jöjjenek és nézzenek körül, milyen termékeket állítunk elő. Jégely Balánk bogyós gyümölcs termesztéséről híres, vagyis hát, hogy volt híres, mert csökkentek most már a bogyós gyümölcs termelő területek. Sok gazda felhagyott a termesztése, azért próbálunk mi megmaradni, vagy talpon maradni, ezért elkezdtük a gyümölcsök feldolgozását. A bogyós gyümölcsöket feldolgozott formába értékesítjük, vagyis hát próbálkozunk vele. Többfajta terméket készítünk, minden, ami bogyós gyümölcs, az a mi kertünkből kerül a fazékba.
házi készítésű termékek, és a kis család dolgozza föl. Tehát itt a betakarítástól kezdve a feldolgozásig, a csomagolásig mindent mi csinálunk saját kezűleg. Ezért kézműves terméknek is nevezhetjük ezt a lekvárt. Igyekszünk különleges termékeket is készíteni. Ez például a sütőtök lekvár gyömbérrel. Nagyon jó ízharmóniája van. Ajánlom azoknak, akik nem szeretik a sütőtököt, mert teljesen más íze van. De azért jellegzetessége megmarad. Vagy például kökénylekvár juharmézzel. De van bírsalmalekvár, vaníliás bodzabogyó, és természetesen az alapízek a piros ribizli, fekete ribizli, szamóca és szilva. Hagyományos üsbefőzött szilva lekvár. Egyelőre még kiegészítő tevékenységként folytatjuk, de szeretnénk, hogyha a család meg tudna ebből élni. A család 4 tagból áll, apa, anya és gyerekek. Szeretnénk, hogyha későbbiekben ők itthon maradhatnának, és megélhetési forrást tudna nekik nyújtani ez a kis feldolgozó üzem majd, amit szeretnénk létrehozni. Mi nem egy terméket próbálunk adni az embereknek, hanem akár egy életérzést, akár tanácsokat, akár tulajdonképpen egy életmódváltást, és arra sarkalni mindenkit, hogy kezdjenek el foglalkozni azzal, hogy mit esznek, hogy nem is az, hogy megtanítsuk az embereket normálisan, vagy észszerűen vásárolni az idén gyümölcsöket piacon, és olyan dolgokat keressenek, ami tényleg Magyarországon termett, és olyan termelők termelik, akik szívüket, lelküket beleadják, hanem azt is tulajdonképpen, hogy az itteni emberek is elkezdjenek újra termelni, és ne az legyen, hogy ők is elmennek ugyanúgy a tojásért, a paradicsomért, a paprikáért a boltba, hanem a saját maguk állítsák elő, mert mégiscsak azért annak egy nagyobb értéke van, és akkor tudjuk, hogy mit eszünk. Az életminőség javítása érdekében a megye szakembereiből álló százak tanácsa kidolgozta a Nógrád programot. Mindent az alapoknál kell kezdeni, még a táplálkozást is. Mi magyarok valóban szeretünk enni, de sajnos az emberek többsége, miután nem áll nagyon jól anyagilag, ahelyett, hogy a saját kiskertjében megtermelni az egészséges zöldséget, gyümölcsöt, a házi állatokat, a kis állatokat, eljött a szupermarketekbe megy vásárolni, ahol olyan ételeket vesz, ami tele van vegyszerrel, nem lehet tudni az eredetét, és sajnos ezek nem a legjobb minőségűek, de ezek a legolcsóbbak. Családokat kell megszólítanunk. Családokon keresztül tudunk olyan lehetőségeket teremteni a következő generáció számára, ami aztán hozzásegít ahhoz, hogy ez a megye élhetőbbé legyen, és hogy legyen jövő mindannyiunk számára. Ahhoz, hogy az összes családot elérjük, ahhoz nincs elég kapacitásunk, ezért azt a megoldást találtuk, hogy kiválasztunk úgynevezett hiteles személyeket az egyes községekből, természetesen önkéntes jelentkezés alapján, akik maguk is fontosnak érzik az egészséget, az egészségmegőrzést, és annak azt a módját, amit mi választottunk, hogy megpróbáljunk egészséges táplálkozás bevezetésével, a helyi földek felhasználásával valami olyan fajta információt átadni, ami a mindennapi életükben használható, és amivel egészségesebbé tudják tenni saját maguk és családjuk életét. Régen a parasztember 10 kilométeres körzetben élte le az életét. Tehát gyakorlatilag a tápláléka ebből a 10 kilométeres körzetből került ki, és minden, ami hulladékként kikerült a kezéből, ebbe a körzetbe került vissza. Én azt gondolom, hogy erre mostanában is nagyon nagy hangsúlyt kéne helyezni, mert egyszerűen az az irány, hogy mindenből sokat, sokat, sokat termeljünk, azért nem jó, mert nagyon fölhigul a táplálékunk. Biztos vagyok benne, hogy ennek a sok táplálkozási problémának ez is az oka, hogy egyszerűen kizsaroljuk a földet. Az állattartás, a termékek feldolgozásának tudománya nemzedékeken át öröklődik. Elég rögös volt az út, még elértünk ideig. 2002-ben a nem egészen 20 darabos fejű állományunkat sajttárban fejtük édesapámmal. Mindösszesen 2 darab sajttárunk volt, amivel meg kellett oldanunk napi 2 alkalommal a fejést. Ezt majdnem, hogy több időt vett igénybe, mint a mai fejű rendszerünkkel a 64 darabot megfejni, hiszen ez egy 11-10 állásos használkás fejűállás, abszolút eurókompatibilis. Feldolgozzuk a teheneink által termelt tej nagy részét sajtá, túróvá,
vajat is szoktunk csinálni, joghurtot, a gazdasághoz tartoznak gyümölcsösök. A gyümölcsösökből kikerülő gyümölcs nagy részét a joghurtban értékesítjük, és ezáltal meg tudom engedni magamnak azt a nagyképű kijelentést, hogy összetétel, szilva, és tudok tenni egy pontot a végére, tehát nem teszek bele se cukrot, se állományjavítót, se színezéket, se semmilyen adalékanyagot, mert látom a folyamatot az elejétől a végéig, tehát minden, amit mi ki tudunk vinni a piacra, az ennek a gazdaságnak a terméke. A 92 lelkes bokor határában legelőre hajtják a nyájat. Az állomány javát a 2000 őshonos gyimesi racka teszi ki. Azért a rackát tartjuk, mert ennek a teje egy lakonhon tejhez viszonyítva sokkal ízletesebb, sokkal finomabb végterméket, tehát készterméket ad, mint mondjuk a lakonból tejből készített sajtok. A bokri juhászok Sepsiszentgyörgyről érkeztek, mivel az állattartásnak ez a fajtája szinte teljesen kiveszett a helyiekből. Hát ott reggel felköltözünk nyárba, havasokba, azt ősszel lejövünk, ilyen kis hálókai vágba alszunk. Meg van esztén, ahol csináljuk a sajtot, mert ott úgy járom, mert nem lehet. Úgyhogy itt könnyebb az élet a juhásra. Mert hogy nincs medve. Itt nincs medve, meg farkas. Szeretni kell a nyájat még körmölni, meg ellettetni, meg rendbe tartani. És ez nehéz ezt megtanulni? Hát, nem nehéz, de itt csak gond van velük, mert hogyha nem vigyelsz oda, akkor nem lesz semmiben, se barány még, se te. A cég 27 embernek ad munkát, a folyamatos fejlődés bizonyítéka a tavaly átadott Hodály és a fejőház. A tej ide a falu központjában álló sajtüzembe érkezik. A tejvizsgálat során vizsgáljuk a tejnek a savfokát, fajsúlyát, illetve egyszerű beltartalmi részeit, fehérje, zsír és szárazanyag tartalmát, illetve a antibiotikumot vizsgáljuk, hogy ezt nem tartalmazhat a tej, illetve újabban a aflatoxin vizsgálat még nagyon fontos és kötelező, ami egy penészgombának a méreganyaga, ez nem lehet szintén a tejben. Sózókádakba, hűtött sólébe, ilyen 15 fokon sózzuk a sajtokat, itt 36 órát tartózkodik a jusajt. A sajtok sózása szintén a ízanyag kialakulása miatt fontos, illetve hát a tartósításnak a legfontosabb része a sózás. 28 féle terméket készítünk, ezeket lehet itt megtalálni, ezeknek a itt raktározunk őket, és további fejlesztésekre készülünk. Most pályáztunk meg egy poharazó gépet, ami azt jelenti, hogy ha megkapjuk ezt a gépet, akkor tudunk joghurtot, krémtúrót, tejfölt, egyéb termékeket, amit pohárba lehet csomagolni, olyan termékeket gyártani. Ez azért jó, mert ugye mi ezeket a termékeket fél évig érleljük. Fél év után kerülhet ki a piacra, tehát nagyon sokáig áll benne a pénz, az pedig egy pörgősebb, gyorsabban megpördülő termék lesz. A falakon alig-alig fér a sok oklevél, elismerés. A tulajdonos fia tudatosan készül a cég vezetésére. Amit mi nagyon szeretünk, hogy saját magunk állítjuk elő a takarmányt, és amit az állat megeszik, és tehát igazából a legelőtől az asztalig mindent mi kontrollálunk, vagy mi felügyelünk. Ezért is kaptuk meg, most a 2013-as Omékon kaptuk meg a vidékfejlesztési díjat, aminek nagyon örülünk, nagyon boldogak vagyunk, ugye ezt pont kifejezetten azért kaptuk, hogy a legelőttől az asztalig mi csináljuk a termelést, és hát igazából az összes sajtunk minden létező minősítést, illetve díjat elhoz, amit csak lehet. A Kápuszkáfarm Kft. Becskei szülőpár telepén vagyunk. Itt főleg őshonos gémmegőrzéssel foglalkozunk, a gyöngytyúkkal, a fogolyszínű magyartyúkkal, valamint két világfajta, a New Hampshire és a fehér Plymouth szülőpár állomány van a kezünkben. Ezeknek a tenyésztojás termelésével foglalkozunk. Katona Lajos tőzsgyökeres 17. kerületi parasztembernek tartja magát. 3 évtizede foglalkozik baromfival, az őshonos magyar mellett világfajtákat is nevel. Van
van kereslet, bár egyre jobban csökken sajnos. Tehát a mi profilunk az, hogy naposan esetleg előnevelte 3-4 hetes korba értékesítjük a csibéket, és egyre kevesebb az, aki háztáiban csibét próbál nevelni, bár most az utóbbi éve propagandája ezen lendített, tehát az elmúlt 2 évben nem csökkent a kereslet, és ez már nagy szó. A Gödöllői Génmegőrző Központtal szorosan együttműködve próbáljuk újból elterjeszteni minél jobban a gyöngytyúkat is, meg ezt az őshonos fajtát, valamint a hemsírt, meg a plimutat is. És háztáiba kis embereknek próbáljuk nagymamáink korosztályának értékesíteni. Összesen lehet hasonlítani egy intenzív húshibrid fajtával ezeket a háztáji fajtákat, egész más hús minőséget ad, az intenzív fajták gyorsan nagy mennyiséget adnak, viszont a minőséget csak ezzel a fajtákkal lehet elérni. Sajnos a Gyöngyösből is állítottak elő a franciák húshibrid fajtát, amit lefagyasztva, kész termékként ide szállítva olcsóbban tudnak értékesíteni, mint a mi önköltségünk. A génmegőrzés fontos helyszíne a saját erőből épített keltetőüzem. A közösségi mezőgazdaság új formája ez a herencsényi 6 hektáros birtok. Ez a mintagazdaság az 55 családnak a közös összefogásával jött létre. Részben azért, hogy ennek az 55 családnak a saját önellátását biztosítsa, de részben azért is, hogy Magyarországon a közösségi mezőgazdálkodást ezen a mintagazdaságon keresztül elterjesszük az országban. Ez a terület 6 hektáros, és ezen a területen 100 családnak az önellátását tudjuk biztosítani. Zöldségek tekintetében multikultúrás zöldségtermesztés folyik itt. Van egy közel 1 hektár gyümölcsösünk, a többi területen kalászosokat és egyéb más takarmánynövényt termesztünk. Közösségi mezőgazdálkodásnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy a városi ember és a vidéki termesztő vagy maga a gazda, ők közös felelősségvállalással vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy a városi családok hónapról hónapra egy fix összeggel támogatják a gazdaságnak a működését, ezzel szemben maga a gazda pedig a legjobb gazda jártasságával és a gondosságával ennek a közösség termeszt. Ezen keresztül létrejön egy közös felelősségvállalás. Fantasztikus érzés egy ilyen közösségi mezőgazdálkodásban részt venni, hiszen mindenkinek van még egy régi emléke arról, ahogyan valamikor a nagyszülei hátramentek a kis kertbe és felhozták onnan a zöldségeket. Ma egy multinacionális cégtől vásárolt ilyen terményben nem tapasztaljuk ezt a fajta minőséget. Itt egy ilyen közösségi mezőgazdálkodás újból meghozza nekünk nem csak ezeket az ízeket, ezt a minőséget, hanem ezt az érzést is, hogy ez tényleges. Ezeket a termékeket, saját gyártású, saját készítésű termékeket szeretném bemutatni. Ezt családi, mondhatni kis vállalkozásban, mint kistermelőként készítjük. Itt az egész család, itt édesapámtól, férjem, gyerekem, mindenki részt vesz ennek a előállításában, mivel ugye saját magunk termeljük meg ezeket a savanyúságnak való, vagy lekvárnak, szörtnek való alapanyagokat. Igyekszünk, sőt, azt mondhatom, hogy teljes egészében bio termeléssel állítjuk elő, ezt úgy tudjuk előállítani, hogy növénytársítással igyekszünk kiküszöbölni azt, hogy lehetőség szerint ne kelljen használni permetezőszert. Csöpögtető öntözéssel vannak a paprika, uborka megtermelve. Édesapám ebbe oroszlán szerepet vesz ki, az ő földjei meg az ő kertjébe teremnek ezek a termékek. A Vidékfejlesztési Minisztérium lehetőséget adott rá, hogy az ilyen házilag készített termékeket a helyi piacra vagy üzletekbe esetleg meg lehessen jelentetni. Ezeknek az engedélyezését a télen elintéztem. Balassagyarmaton van egy gazdabolt, ahol ezeket a termékeket megvásárolhatják.
plusz még emellett kijárok helyi Balassagyarmaton lévő rendezvényekre, meg a helyi piacra minden szombaton kimegyek, kiviszem ezeket a termékeket, és ezekkel a termékekkel valóban úgy vagyok, hogy ehhez a szívem, lelkem bele tudom tenni, bele is tettem, bele is tettük, mondhatom így többségébe, a szüleimmel, meg családommal együtt, mert egészen a pici palánta megnevelésétől az elültetésig, a kapálásig, amikor ezek a termékek olyan állapotban voltak, hogy eltevésre készek voltak, családommal együtt közösen befőztük, akár lekvárt, akár a savanyúságot. A lányom készítette számítógépen a címkéket, ő az, aki ugye, mint számítógéphez értő ember, ő tervezte meg, ő készítette el. Ehhez a termékekhez oda tudom tenni az arcomat, a családomnak a nevét, mert ezekbe a termékekbe az van, amit az tényleg lehetőségeink szerint beletettünk, azokkal az ízekkel, amit mi is az asztalra teszünk, mert jó szívvel fogyasztjuk, és bárkinek merem ajánlani, mert itt vagyunk mi mögötte. A megye adottságai megvannak az újjászületéshez. Az adottságok azért vannak, a természeti adottságok, hogy azokkal együtt élve ezeket használjuk. Tehát ha nekünk ilyen földünk van, ami kiváló mondjuk gombatermesztésre, vagy kiváló bogyós gyümölcsnek, akkor használjuk ezt, és így használjuk. Hogyha az emberek rájönnek arra, hogy együtt könnyebb dolgozni, akkor én annak is nagyon fogok örülni, hogyha látom ezeket az együttes, csoportos, közösségi tevékenységeket. Elvesztek a közösségek. A televízió, bocsánat, hogy ezt mondom egy tévéadás közepén, de a televízió elvonta a közösségi élettől a teret. Ezt a teret vissza kell adni. És azt gondolom, hogy az együttes dolgozás, az együtt tevékenykedés, akár csak egy kis faluban is óriási változásokra képes. És hogyha ez sikerül, akkor én boldog leszek, akár 2 év, akár 5 év múlva. Én úgy gondolom, hogy egy pozitív példaként szolgálhatok az itt élő fiataloknak. Tulajdonképpen arra szeretnék biztatni mindenkit, főleg a fiatalokat, hogy ne menjenek el saját falujukból erről a vidékről, és hogy kezdjenek el foglalkozni tulajdonképpen Nógrád megyével, mert rajtunk múlik az, hogy újra virágozni fog-e vagy sem. És erről az utolsó helyről nagyon szükséges lenne kimozdítani Nógrád megyét, mert nem egy szép dolog, hogy ide kerültünk ilyen adottságokkal. A Vidék élni akar című műsorunkat látták, ha lemaradtak, adásunkat megnézhetik az Echo TV honlapján. Találkozunk egy hét múlva a szokott időben, vasárnap este 9 órakor, de addig se feledjék, nálunk a vidéki élet, a vidéki ember van a középpontban. Viszontlátásra! Műsorunkat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta.